Sziasztok! Ti is köszönjük, sziasztok! Na, sajnálom, hogy nem hallottatok az előbb, mert a Lizával iskoráltunk. Megbeszéltük, hogy milyen szép a Liza haja. Ugye? Milyen szép. És erre mit mondott a Liza? Anya, neked is szép a hajad. Milyen cuki voltál. Na jó, van, szóval az idei év első videója az természetesen egy gyerekruha beszerzős, főleg akciós ruhákat sikerült vásárolnunk, szóval egy ilyen haul videó lesz. És igazából ma 6 órára tervezek egy élő bejelentkezést csinálni nektek itt a YouTube-on, szóval nem tudom, most körülbelül egy 3-4 óránk van ezt a videót gyorsan felvenni, és még meg kéne vacsoráznunk, úgyhogy sietnünk kell. Ja igen, nézek itt le, ide lentre a földre, beteszek majd egy videót nektek mondjuk ide, hogy mi van így itt körülöttünk a földön. Szóval azért nézek így ennyire, hogy úristen, most ezt így gyorsan, nyilván nem 3-4 órás videót fogtok látni, mert ugye azért meg fogom vágni, de elég sok ruha váfán van, sőt van, ami be van csomagolva, szóval egy picikét bonyolultabb lesz itt a helyzet, de kezdjük is akkor el. És ugye Liza, hogyha megéhezne, vagy elkészül majd lent a vacsi, tudjon menni. Elkezdem a cipőkkel, mert ezt most a Lizának fel kell próbálnia. Szóval az a helyzet, hogy ugye Lizának és Noénak az oviból hazakértem az összes ruháját és az összes benti szandáját, hogy átnézem, hogy úgy szeptember óta mit nőttek ugye ki, mit kell pótolni, és az a helyzet, hogy a Liza kinőtte az ovis szandáját, úgyhogy óriási nagy szandálkeresésbe kezdtem. És egyrészt itt van mögöttem egy szandál, amit sajnos még nagy neki már felpróbálta lent, úgyhogy ezt gyorsan megmutatom. Ez egy Geox szandálka, ami nagyon-nagyon szép és nagyon büdös, úgyhogy csak messzire tartom, szóval ilyen, nem is tudom, szabadnak. Milyen? Milyen. Jó? Jó. Ó, nem, ilyen ragasztó szagú, vagy nem tudom, szóval ezt inkább gyorsan össze is zárom, szóval ezt szánom neki majd az oviba, de nem mertem 23-ast venni, mert az határeset lett volna, és inkább 24-est vettem, szóval valószínűleg majd nyára lesz jó neki bentre. És azért hangsúlyozom, hogy bentre, mert amit hagyjátok, zártóró a szandál, és mi csak ilyet veszünk nekik. Ugye ők motoroznak, mászókáznak, szaladnak a játszótéren, elesnek, és nagyon-nagyon féltem a kis lábkörmüket, meg a kis lábujjukat, úgyhogy mindenképpen zártóru szandálokat szoktunk nekik venni, és látjátok, hogy semmilyen gumi réteg nincsen itt elő, hanem csak egy ilyen lak bevonat van, úgyhogy ez sajnos így kinti használatra szerintem nem alkalmas, szerintem az leges-legelső alkalommal lemotorozná az órát, úgyhogy bár a szandál maga gyönyörű, és nagyon-nagyon jó árban volt, ki fogom majd írni az árakat, erre most így konkrétan nem emlékszem. Aminek tudom és látom a címkén, azt el fogom mondani. Ennek sajnos nem tudom, de ilyen 6000 forint környékén volt, ami, hogyha tudjátok, akkor a, vagy ha ismeritek, akkor tudjátok, hogy a Geox árak tekintetében ez egy nagyon-nagyon jó ár. Körülbelül egy ilyen harmad áron volt. Szeretjük, lélegző talpú, ugye hajlékony talpú és tartja a bokát, ami ugye még egy ilyen 3 éves kislány esetében szerintünk fontos. Úgyhogy, hát nyárra benti ovis cipőnek lesz majd jó. És a következő, az pedig CCC-ben voltunk, ahol, tudjátok, hogy szeretem, mutatom akkor először a fiú cipőket, szeretem mindig megvenni, a fiúknak mindig télen szoktam ezeket a hát ők benti mamusznak, vagy benti, nem is tudom, benti cipőnek nevezik a CCC oldalán. Mi ezt minden évben szandálként használjuk. Ugye Noé már 4,5 éves, úgyhogy ő már szépen tud járni, semmi nem dől sehova a bokája, úgyhogy neki ezek tökéletesek. És ami a lényeg, hogy tök jól hajlik a talpa, hogyha homokozik, vagy sárba lép, vagy valami könnyen be lehet tenni a mosógépbe, ugye ilyen vászon szandáról beszélünk. Az előző, mondjuk olyan 27-es méretig volt bennük ilyen bőr
hogy hívják ezeket, bőr, a 27-es mérték volt bennük bőrtalbetét, de sajnos olyat már most nem találtunk, úgyhogy vagy kivesszük a 27-esbe és áttesszük ebbe, vagy hogyha nagyon kicsi lenne és lötyögne benne, akkor viszont valami talbetétet veszünk bele, de nézzetek meg az árát. Szóval egyébként sincsen rossz árban ez a fajta cipő, 2890 forint, ez valószínűleg még egy korábbi modell, mert a mostaniak már a 4500 forint körül vannak a webshopban, amik ugye teljes áruak, úgyhogy 866 forint, akkor megmutatom még egyszer. 866 forint, és ez Ovis Benti cipőnek, vagy akár egész nyárra nekünk kibírt egy ilyen cipő, egész nyarat kibírt, körülbelül olyan szeptember környéken kezdett már el itt ugye a sok mosástól rojtosodni, ahol találkozik a két anyag, ahol össze vannak varva. Úgyhogy mindjárt megnézheted, már is felpróbálhatod, jó? Jó. Jó, na jó. Szóval a Noénak ez lesz a következő Ovis cipője, és hogyha nőne egy számot, véletlenül a lába, akkor ez pedig a nyári cipője lesz, és akkor nem tudom, majd Ovisat valahonnan, egy benti cipőt valahonnan veszünk. Egy picit drágább volt, de kapaszkodjatok meg, 1590 forint, és komolyan, szóval én tényleg annak a híve vagyok, hogy a pici gyerekeknek még egy jó minőségű cipőjük legyen, szóval semmiképpen nem vennék H&M, vagy a Deichmannnak a saját márkás, nem is tudom, Spandri, vagy valami ilyesmi márkájú kemény talpú cipőjét, szóval ezeket hittek, hogy tök jó hajlanak. Úgyhogy én mindig emellett kampányolok, hogy azt nézzétek meg, hogy szépen tudnak ebben elérni, illetve kicsi gyerek, olyan 1-2 éves gyerkősznek pedig a bokatartás az nagyon fontos. Nyilván örülnék, hogyha olyanak is találnék valami Elefanten, vagy Dédésztep, vagy Geox cipőt, ami tartja a bokáját, de sajnos azért ekkora méretben már nehézkes. Úgyhogy minden évben, tényleg nyáron ezt használjuk Alexnek és Noénak is. Úgyhogy akkor most jöjjön Liza, aki már nagyon-nagyon nézegette a cipőit. Ezt találtam hirtelen, amikor még nem láttam meg a Geox cipőt, ezt találtuk hirtelen a CCC-ben, és úgy képzeltük el, hogy a 4 darab cipőért 4500 forint vagy 4600 forintot fizettünk összesen, amit én már reálisnak tartanék gyerekcipő esetén, tehát amik nem is tudom, itt a nagyvilágban történnek itt az árakkal, ugye Liza, hogy 16000 forint egy gyerekszandál, eszméletlen, szóval meg is tudom nektek mutatni, hogy ebben a Lizának vett cipőben benne van még ez a bőr talbetét, ami nagyon jó, puha, kényelmes, ez a cipő szintén hajlik, hát sajnos a bokáját valamennyire azért tartja, mert valamennyire kemény, de nem úgy, mint az a Geox fogja majd, ha belenő. Ez ugyanúgy 24-es, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. A 23-as borzasztó picinek találtam, úgyhogy Liza már adom is neki. Ha itt van, és próbálhatja is fel. Mondok gyorsan egy árat, 1390 forint, és szerintem a tavalyi év utolsó videójában úgy búcsúztunk el, hogy a Lizával megyünk, és nézzük a Jégvarázs című mesét. Röviden, tömören, annyi a véleményem róla, hogy nem tetszett, nem lesz a kedvencünk szerintem, ami szerencse nekem, ugye nem kell minden jégvarázsos dolgot összevásárolnom, vagy lehet, hogy még pici hozzá. Egyébként tényleg ez is lehet. Fölvetted, életem? Nem mutatom. És milyen? Jó. Jó? Igen. Tetszik neked? Igen. Mutasd. Ez tényleg jó. Tényleg jó, igen. Szerintem hát egy fél számmal nagyobb talán, de annyi kell is, az lehet, hogy most szegénykém Alexnek az egyik szupinál cipőjét vettem be az Oviba, hogy most akkor ezt el is viheti. Ja, igen, jégvarázsos ilyen kis topánka. Ezt lehet, hogy a mamáikhoz fogjuk elvinni, amikor a mamáiknál van, és ugye ott nincsen padlófűtés, hanem csak simán járólap van, ami hideg nekik. Úgyhogy lehet, hogy ezt oda el fogom vinni benti cipőnek neki. Szintén ez is 24-es, és itt az ára. Úgyhogy szerintem célnak megfelel, benti cipőnek tökéletes. Te is mutatod, de cuki vagy.
Igyekeztem azt a felét adni, amelyiken nem, nincsen címke, hogy ne tépled, de akkor, hogyha ez jó, akkor ezt elviszed magaddal az óviba, jó? Óviba. Uh-huh. Jó lesz? Igen. Na, jól van akkor? Hú, örülök. Szóval látjátok, hogy Geoxval 24-es hatalmas volt, viszont ebből a CCC-ből a 24-es olyan fél szám az, ami tényleg így kell. Egy ilyen mozgástér azért az kell. Jó. Oké. Megnézed azért a jégvarázsost is? Jó. Na, akkor próbáld fel ezt is. Ebben is van kis bőrbeté. Na, vedd fel gyorsan. Megnézzük gyorsan. Ez is jó? Igen. Mutasd? Igen, tökéletes. Ügyes vagy. Jó, szóval beigazolódott a gyanúm, és hát ő neki most egyébként, mielőtt tél lett, akkor 20-as dédésztert cipője volt, hogy jelentem, hogy most 21-es dédésztert cipő kellene neki, csak így méret segítségképpen nektek, hogy egyáltalán mit vegyetek le a polcról, vagy onnan, hogyha ha a CCC oldalán nézitek, akkor mit nézitek meg. 24-es az, ami most jó a 21-es dédésztep cipővel. Úgyhogy, jó. Na, akkor nem is tudom, hogy mivel kezdjük szerintem a gyorsan, és szóval, ha éhes vagy, és le akarsz menni, akkor szólsz majd? Igen. Jó. Kezdjük akkor az FNDF-fel, ami úgy nagyjából szerintem az összes nézőnek elérhető távolságban van a Tesco. És a legjobb vételünk az Izának jövőre a téli kabátja volt szerintem. Unikornisos, finom puha, sötétkék, tehát hogyha elesne a sárban vagy hóban, amennyi hó mostanában van. Szóval oviban, hogyha valahol elesne, elcsúszna, nem látszik meg, mint egy világos rózsaszínen, és az ára pedig 2490 forintot akciósan, 4190 forint helyett. Úgyhogy ez egy viszonylag rövid fazon egyébként, szóval ez alá kell egy kantáros, sínaci-szerű dolog. Úgyhogy nem egy parka kabát, ami ugye hosszú, hanem egy, hát egy jacky. Úgyhogy méret szerintem nagyjából méret azonos, tehát ilyen 3-4 éves gyerkőcre ez jó lesz. A Liza most, Liza most 3 éves, úgyhogy szerintem következő térre 104-es. 3-4 éves tökéletes lesz. Aztán maradva az unikornisos, onnan, egyébként elkértük most a belefákat, bár sosem szoktuk, de nem vittük magunkkal akkor a Lacival bevásárolhatjukat, szóval egyszerűbb volt úgy felmarkolni ugye utána a bevásárlókosárból, hogy így vittük ki a belefáknál fogva, szóval egyébként sosem hozunk el belefákat. Úgyhogy unikornisos vonalon maradva, nagyon cuki, hármas unikornisos felső szett. És megpróbálom, ez pedig egy szívecske van. Aranyos? Igen. Tetszik neked? Igen. Jó, hát ez ilyen jövő térre lesz körülbelül jó, vagy lehet, hogy tavaszra, meg egy év múlvára. Igen. Ez pedig 3790 forint helyett 1990 forint volt. Ja, igen. És volt kuponunk, 11.000 forintnál 2.500 forint mínusz kuponunk volt, szóval az ott lényeg, hogy 11.000 forintért kellett anyának ruhát keresnie nagy hirtelennyében. Tudod, és az a szerencse, hogy hárman vagytok, van két fiú tesód, úgyhogy nekik is lesz itt néhány FNF ruha nemű. Szóval a következő az egy nagyon szép, bundás belsejű jogger szett, jó kis vastag,
és 3190 forint, 1790 forint volt. És elképzelhető egyébként, hogy ezeket már lejjebb árazták, mert mi ezt a két ünnep között, illetve január 3-án hétfőn vettük, szóval elképzelhető, hogy most már elképzelhető, hogy olcsóbbak lettek, mert egyre jobban le fogjuk őket árazni. Hiszen már szerintem hangola, hanem körülbelül... Anyém! Na, igen. Csak meg... egy cicás póló. Cicás póló? És ki van rajta? Cica. Cica, masni? Igen. A fehér cicánk van rajta, a masni. Szóval még egy cicás felső, ő nem volt akciós, viszont muszáj volt megvenni. Hát látjátok, 1790 forint volt. Miau! Tetszik? Igen. Jó van, kincsem. De szerintem megvettem neked. És akkor az előző unikornisos felső, ez is tetszik? Igen. Unikornisos felső szethez van egy legging szett. Ugyanazokban a színekben. Megmutatom még egyszer, hogyha elfelejtettétek volna. Nekem az egy kicsit, amikor így... hozzápasszoló alsót veszek, akkor egy kicsit pizsis szokott lenni. Szóval valószínűleg mi ezt nem együtt fogjuk használni, hanem külön leggings, és külön lesz a felső valamilyen farmer leggings-el, vagy valami sötét, fekete leggings-el. Szóval nekem, hogyha ezt a kettőt mondjuk így összeraknám, ezt a unikorn és a satinzor az alsóval, most akkor lehet, hogy a rúzsomat rákentem, de nem baj. Szóval, ha ezt így összeraknám, akkor egy kicsit olyan pizsis hatása lenne. De hát ki hogyan gondolja. A leggingsek pedig 1990 forint volt, 3790 forint helyett. Jó. És még egy dolog az FNF-ből, ami viszont az enyém, manós zokni, és az ár az valami szintén hihetetlen. Na most, hogy így fordítom, jó van. Lehet, hogy tükörben látszik, 390 forint. Uh-huh. Úgyhogy kettő darabos egyébként a szett. Kettő csomag zoknim lett. Úgyhogy igen. Ennyi a lányos FNF részleg. Szerintem csináljuk azt, hogy először mutatom a lányos dolgokat, és utána Liza elmegy vacsorázni, addig gyorsan én végigpörgetem a fiús dolgokat. És akkor nektek is úgy, akinek kislánya van, megnézitek az első részt, és akkor majd beírom ide mondjuk alá, hogy meddig tart a kislányos rész, és akkor utána a... Mi újság? Mész? Puszika? Puszika? Kapok egy puszit? Igen. Hát köszönöm. Jaj, de cuki vagy! Csak azért nem mondok most puszit, mert most kentem egy kis húst a számra, és nem akarom, hogy... Kérlek puszit. Kész puszit, hogy most ecseteltem, hogy... Jaj, talán nem látszik. Jó, van. Na jó. Szóval, lányos ruhák, és akkor be fogom nektek írni, hogy mikor kezdődnek a fiús ruhák, és akkor csücsülj le. Jó. Na, szerintem ez a Lizának tetszeni fog. Térjünk át akkor a Pepkóra. Pepkóra. Uh-huh. Mini egeres, Sapi. Nem vagyok nagy mini egérfán. A fiúknál érdekes módon szeretem a Miki egéret, valahogy a lányoknál a mini nekem kicsit, nem tudom, erőltetett egy picit ezzel a masnival, főleg, hogy ez olyan kicsit olyan fordított masniként néz itt ki. 1550 forint volt. Megnézzük, hogy áll rajtad? Igen. Jó. Mati. Mert jövőre szántam neked, de... Hol vagy? Csodás! Nagyon cuki. Tetszik neked? Igen. És mi van rajta? Füleskéje van? Mini egér. Nagyon ügyes vagy. Tetszik neked? Igen. Jó. Szóval ez jövőre lesz az unikornisos kabáthoz ez a mini egér. Hát halmozzuk az érzeteket. Mini egér, unikornis. Pónik, minden, ugye? Igen. Jó. Hol van már az a... Az elvem, hogy nem veszünk mesefigurásokat, hanem csak sima egyszerűeket, amik jól kombinálhatók. Hát nézzetek meg, szóval. Nyuszika. Következő az egy nyuszikás Sapi, ami simizős. Igen, így pedig ezüst.
ez 780 forint volt. Nyilván az előzőnél, ugye az 1550-nél a jogdíjat fizetjük meg. Ezt is felpróbálod a nyuszit? Jaj, de jó. Na? Cuki! Cuki! Kicsit nagy. Hol is van a fejed? Itt a fejed. Valahol jövőre. Tökéletes. Nagyon édi. Anya szeret neked jövőre már venni dolgot, amik tudom, hogy tetszenek neked, és akkor van még egy nagyon szép szívecskés. Szerintem gyönyörű. 780 forint. Ezt is felpróbálod? Ez picit kisebbnek érzem, ez lehet, hogy már nem tudom. Nagyon édes! Tetszik neked? Igen. És tetszel magadnak? Igen. Szép vagy? Igen. Oké, nagyon köszönöm. Jó. Ennyi volt a Pepkó. Mi melyiket ezt szeretnéd? Igen. Jó, akkor. Török Bálinton, az Osánban van a Kangabú, és ott, amikor lárazás van, nagyon szeretek. Kutyuzás. Milyen? Kutyusos. Kutyuzás. Még nem tudják, hogy milyen. Nagyon szeretek körbenézni, mert van egy márka, a Kokodrilló, csak nem tudom kimondani soha, ami sokkal-sokkal jobb anyagú, mint ezek a fast fashion, mint például Zara, H&M, és nem tudom, Petko és társai, bár az árán is ugye meglátszik, de kiárusításnál, leárazásnál viszont nagyon-nagyon jókat lehet venni, és hát ugye kutyusos. Köszönöm. Tetszik? Na ez 1650 forint volt akciósan, és 2450 forintról volt leárazva. Ennek a méretezése szerintem valós, tehát ő litamos 94 centi, úgyhogy 98-asokat vettem neki nyárra. Ugyanilyet rózsaszínben is. Aranyos. Igen. Igen, valóban. Igen. Aztán... Cicás. Látjátok, hogy ő igazából annak örült, hogy valami nyuszi, szívecskés, cicás, póni és unikorn és sós, 1650 forint szintén, úgyhogy szerintem ezek nagyon jó árban voltak, és hát nem tudom, ez lehet, hogy megosztó lesz ez a következő ruha, nekem tetszett. Réza, erre azt szoktam mondani, hogy már megint piros? Piros, igen. Ilyen rojtos, kis, tök egyszerű ruhácska, madárkával, rózsával. Nem tudom, hogy az előző videót láttatok-e, de ugyanebből a kollekcióból van nekünk egy csivavás póló, és hozzá ugyanezzel a rózsamintával, ilyen neregy naci. Szóval ez ugyanaz a, nem tudom a kollekció nevét, nincs is ráírva, de ugyanabból a szedből ez a ruha, és kapaszkodjatok meg. 5750 volt a teljes ára, le volt árazva 4150-re, majd 3350-re, és 1250 forint. Ennyiért sikerült elhozni, úgyhogy lehet, hogy nem ez lesz a legszebb ruhája Lizának, de szerintem Oviba tökéletes, és nekem meg mondjuk különösen tetszik. Neki mondjuk jól áll. Gyere, állj föl kicsit. Neki szerintem jól áll a piros. Gyere ide. Na, állja, így. Na, kukucs? Tetszik? Igen. Na, jól van. Oké. Ennyi volt a Kokodrilló. Jó, akkor jön a cimda. A Cimdából rendeltem online, és voltunk üzletben is, viszont ott nagyon kevés akciós dolgot találtam. Mutatom először az üzletet, amit vettünk, és utána fogom majd kicsomagolászni itt az online érkezett dolgokat. Az üzletben összvisz. Ezt az egy kislány felsőt találtuk akciósan, 995 forint, őzik ki, és ez már ugye a
következő karácsonyi időszak lesz. Aztán először is nagyon megtetszett nekem ez a leggings. Ez egy gyönyörű a mintája. És annyira szép kis finom ruhák is olyan szép mintával vannak most a Ceundában, hogy komolyan mondom, eddig mi ugye H&M-et vettünk meg Next leárazásos ruhákat, de H&M-nek annyira leromlott a minősége az utóbbi körülbelül egy évben, hogy már kerüljük. Úgyhogy próbáltam keresni, Iza gyere csücsú ide anya mellé, próbáltam keresni alternatívákat, ami az F&F, a Takko és a Ceunda és a Pepco, ugye így sapka, meg néhány, a fiúknak vettem néhány, mert a Pepco-ban hop-hop, jól van, szóval csak úgy zárójelben jeleztem meg, hogy a H&M és a Zara minősége nekünk körülbelül egy másfél éve már nem, szóval nagyon hamar lyukadtak, nem tudnak egyforma szárhosszal leggingst gyártani, általában, hogyha online rendeltem, ugye leárazáskor, körülbelül 1-2 centi különbség volt a ruháknak a szárai között, szóval folyamatosan küldtem vissza mindent, és nekem ebből a macerából elegem lett, arról nem beszélve, hogy mosásnál egy-két számot összementek, szóval én általában 40 fokon szoktam mosni ezeket a rucikat, és bizony két számot összementek, szóval nem egy olyan eset is volt, amit emiatt küldtem vissza, mert egyszerűen a minőség szerintem most már közelít a Pepcoshoz, viszont árban, meg háromszor annyiba kerül, mint a Pepco, úgyhogy nagyon sajnálom, és tényleg nagyon szerettük volna a H&M-et tovább vinni, de nem sikerült, úgyhogy 1795 forint volt ez a leggings, ez már egy tavaszi leggings, és ehhez tartozó felső pedig ez. Nem csodálatos, és van hozzá mondjuk egy ilyen fejpánt, amit nem igazán értek most már egy, nem tudom, 3-4 éves zsertkősznél, de hát megpróbáljuk elhagyni a vizára. Egy ilyen. Szerintem gyönyörű, és anyukám mondta, amikor mutattam ezeket a urákat neki, hogy ezeket öröm lesz mosni, és mondtam, hogy ne izgulj. Már 3 év alatt hozzászoktam, kifordítva szoktam mosózsákban ezeket mosni, és igazából semmi bajuk. Ez pedig 2495 forint volt, és ez pedig szintén nekem nagyon-nagyon megtetszett, ehhez pedig egy ilyen kis crunchy, vagy nem tudom, hogy mondják ezeket a hajgumikat, de ez egy ugyanilyen mintájú hajgumi van. Ugye ezt ugye ehhez a leggingshez találtam. Na mit? Mutasd meg te is. Csak fordíts meg, mert a mintája pont nem látszik. Egy vonat. Vonat. Nagyon szép. Úgyhogy ezt lehet fordítani, és akkor vagy arany, ahogy látjátok, vagy pedig rózsaszín a háttér. És nem kell mindig szerintem rózsasz, vagy nem kell mindig szerintem szőkehajú kislányos ruhákat venni, legyen egyszer barna hajú is. Úgyhogy ezt találtuk az üzletben a Lizának, és akkor még jön egy pár webshopban rendelt dolog, összesen 3 dolog lesz 2 póló, vagy felsőszer, hosszújú, és ami érdekes lehet nektek, az mini egeres leggingset. Na most ezt a részt fogom kivágni, amíg én ezt itt kibontom, mert ez nagyon hangos. Na, kibontottam. Szóval a Ceundáról azt kell tudni, hogy minimum egy, de inkább biztos, hogy biztos 2 számmal nagyobbat érdemes belőlük venni. Borzasztóan kicsi méretezés, viszont az anyaguk és a mintájuk az valami eszméletlen gyönyörű. Úgyhogy őket online rendeltem. Ez egy 5 darabos felső pak, és nagyon finom, ilyen kicsit ez a ilyen szöszös, vagy bundás anyagú.
Szerintem gyönyörűséges. Jó, kicsit gyűrött, de a lényeget is szerintem látjátok, hogy unikornisos, csillámos unikornisok vannak rajta. És mondom az árat is. Kérlek szépen. 10,99 euróra volt leárazva. Majd beírom valahova, hogy ez forintban mennyi volt. Olyan 5200, vagy valami ilyesmi, de majd beírom oda. És a másik felső szett pedig, amire Liza azt szoktam mondani, hogy miért van a felső rajtam magán a parterli. Ugye? Hát, ezt szoktad erre mondani, nem? Igen. Szóval ilyen kis csinos. Kínos. Csinos kis blúzszerű. Kicsit gyűrött, de hát messziről utazott. Németországból utazott. És azt hiszem, hogy 29 euró felett ingyenes a szállítás. Ez az egész pak 50,96 euró volt. Úgyhogy bőven meglett az a 30 eurós határ. Ez a hármas pak pedig 7,99 euró volt. Mindegyiknek nagyon finom, puha. Most nem akarom a H&M-et leszólni, de a H&M-nél egy picit vastagabb anyag. Tehát nem az az átlátszó szita anyag, meg ami elcsavarodik, hanem annál egy picikét minőségibb, vastagabb anyag. És jön akkor az, amit szerintem sok lányos anyuka várt, ezek a leggingzek, amik ugye téli, szóval bundásak, hogy őszre, kintre, őszi hidegebb napokra, vagy télre jók már. Ez valami nagyon-nagyon-nagyon olcsó volt, én nem tudom miért, vagy beragadt nekik készlet, vagy nem tudom, mi történhetett, de nagyon, nagyon jó áram voltak ezek a minis rucik. És ami nekem meglepő volt, hogy mindegyiken van minta, szóval mini egér minta. Csinálhatták volna simán azt, hogy mondjuk itt is alul. Hogy mondjuk ez sima szívecskés lett volna, és akkor kettő mintás, ez mondjuk sima piros. Köszönöm, miért kapok ilyet? Kaptam egy csomó hajgumit. Köszönöm. De nem, mindegyiken van mini egér minta. Nem tudom, hogy az eredeti ár az rá van-e írva, nem nincsen. Ki van hagyva, látjátok, tök üres. Ott az oldal, ahol az ár lenne. Úgyhogy... De mindjárt mondom, hogy 10,99 euró volt. Ami, hogyha mondjuk megnézitek már kapásból, ugye a 4 darabos, vagy az 5 darabos felső... Nem. Mindjárt megnézem az árát. 15,99 euró volt. És akkor szerintem most a Rizettel is engedjük vacsorázni. Én megnézem, hogy mennyi az idő, mert 6 órára ígértem nektek egy élőt, úgyhogy lehet, hogy egy következő videóban lesznek a fiú ruhák, nem tudom. Minden esetre a Liza akkor elköszön. Sziasztok! Menj gyorsan akkor vacsorázni. Jó? Ja. És megnéztem, hogy anyának is kell mennie levacsorázni, vagy hogy lesz itt, mert nekem itt a technikai háttét még itt a YouTube élőzésnek meg kell néznem. Úgyhogy ha nem jönnek vissza, akkor sziasztok, ha meg visszajövök, akkor meg, vagy ismét köszönök. Sziasztok!